like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on.
Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Simco Facebook nézőt, illetve azokat, akik a YouTube csatornámon visszanézik ezt a sorozatot, streamet. Látom, hogy közben itt nem sikerült mindent kijavítani, de egyet se féljetek, mert ha ügyes vagyok, összehozom. Nem Formula 2 lesz most a terítéken, hanem Renault RS01-es autóval fogunk versenyezni. Ez a VSR, egykori VSR szériának az egyik, hát betétfutama, végül is mondhatjuk, betétfutama volt. GT3 DTM autó közeli autóról van szó. 50 perces versenyeket fogunk menni. Van egy-két pálya, ahol nem igazán szoktunk versenyezni itt a versenynaptárban mostanában. Például Le Mans B, az gondolom az a rövidített, ahol a MotoGP szokott versenyezni. Hát meg Aragonon se sűrűn szoktunk menni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz nekünk ez az egész sorozat. 9 forduló. Elég nehéz lesz majd a versenyen a Gumi Manager, és az biztos. Bármelyik versenyen nem így van. Ja. Hát akkor jól. Hajrá. 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 Tök kevesen vagyunk. Hát igen. Hát mondjuk 17, az nem olyan rossz. Megmondható. A Varázs Máténak nem indult a Szeró, Baki ugye nem jött. Féltem a Máténak, hogy ott mi az Isten. Ma nézzük meg vele elvileg, futam után. Mindent föltekertem, boost, mixture. Nem menjél sok előrébb, Attila. Két vonal között van a vonal. Nekem meg még szinkronizál. Aki esetleg most néz, az majd írja meg, hogy a hang jó-e. Valami halkabb vagy hangosabb, mint kellene lennie. Meglepő, de 7 sebességes az autó. Bár nem tudom, hogy a modern GT autók hány sebességesek. Ha valaki tudja, írja be nyugodtan. Én leragadtam a 6-nál. Két setupom. Te vagy mögöttem Frick sárgával? Akkor igen. Nem. Kíváncsi leszek, majd lesz. Mert neki nem maradok szerelnék. Nekem ad. Neked se nagyon akarok. De most már mindegy. Nagyon meghúz a szélárnyék. Hát az Úrusba előbb elrepültem. Úrus? Nem a rádiómban? Jaj, ne! Jaj! De rúzsnácik, mert meg már jönnek egy... Nem úgy van, mert az valójában... Jogosban repültem el, úgyhogy igen, Úrus.
Rö. Rö. Nem ő volt a Szélárnyékodban. Alapvetően nem nehéz ezt az autót vezetni. Gyorsan már. Inkább. Kört mes, az eltelik 4,5 percet, majdnem. Úgyhogy... És nem fogom megtankolni 3 körre, mert nem bírja a gumi. Megvan a 60 FPS, ezt nézzétek már meg. Lehet, hogy nincs még. Lehet, hogy az én is meg, mert mostanában nem volt új stream, hogy... Hát van egy minimum... Előírt... streamelési mennyiség, amit el kell érni, hogy nagyon jó minőségben streamelhess Facebookon. Szerintem nincs meg. De elrontottam. Áj! Minek kellett ilyen szűkkel mennem ott? Itt meg szélesen. Na jó. Ez a kör bukta. Csak már azért jó lenne, ha valamit mennék.
Bassz meg. Hát igen, ez egy... igen gyenge kör. Szerintem az benne volt. Felvezető vagyok. Ma ezért már büntet. Kipaszottul meleg van. Elfelejtem megkeresni Ventit. Én már itt tudok a klíma alatt. Én is. Te elágósak. Ja. Életem első klímája, szóval. Csak ennyit számított.
Hát az baj, hogy sokkal jobbat nem hiszem, hogy tudok ennél jönni. Meg kell nézni a másik setup-al. A szikra, az gyönyörű. En. Az arcomba csap. Nem akarlak megelőzni Amerikot, csak a szélárnyékot nézem. Jó. Kivezető köröm. Hát itt tényleg nem tapad ez a csúva. Persze, fékezzem. Aj. Mindig váltam le. Nem tudom, mi van vele. Szerint. Találtam. Azt is a fogpiszkáló tartja a bekapcsoló gombot rajta. Hát a fülesen még mindig össze. Ah, mennyire jobb így. Peti. Konnichiwa, Peter. Ja, ez már nem lesz jó így. Ó, na jó. Azért 6/6 ember lő, az jó. Nézzük ezzel a másik setup-on. Mondjuk ez versenyre lesz jobb. Ez szoros volt, Peti. Valaki megelőzött.
itt a kiáraton elment majdnem egy tized. Nagy kár érte. Na hát a végére meg teljesen elfogytam. Pedig ez a setup jobb. Hogy már két lehetőségem nem lesz. Hát azért húz a szélelmények. Hogy egyszer még felérjek egy körre. Kigyorsításokat csinálnom. Hoppá. Szoros a 9. helyig.
nem mozdult el. Akkor... Köszi. Na jó, induljunk. Az az a baj. Szerintem nem velem van. De jó csalni. Próbálok szélárnyékot adni. Jó. Kösz. Egyszer megcsúszol, bazd meg, megmelegszik a gumi, és vége a dal. Egy driftet elég nyomni ezt a falu. Igen, arra érzékeny. Ez egy körös gumi. Talom neki. Tankolásnál azt veszik figyelembe, amilyen fogyasztással mentem a pályán. Tehát, hogy nem. Ez releváns? Nem. Jó. Nem. Jó. Ki kell mérned. De teli tank. Igen. Igen, azt látom. És spórolás is. Igen. Jó. Köszi. Ez a játék állandóan hazudik. Ez az egy része, ami sose volt jó benne. Nem volt csak egyre így, de ez is. Ez még az erepe egyre sem volt. Oké. Okay. Pedig viszonylag egyszerű. Ja, nem lenne nehéz ezt jóra megcsinálni. Hát 277 az volt, kellene javítanom. Álló rajt. Rott. Az. Hát. Ez kemény. Ez elég szoros.
ki vert meg a végén? Egervári. Na. Maradt. Ragadt. Megvertél a végén? Hagyján, úgy elfékeztem a utcsó féktávot. Annyit szabad kérdezni, hogy milyen fékkel mentek? Inkább előrébb tolt kisebbbe, vagy... vagy 100%. Tessék? És hát, 100% és hátul. 51-en vagyok én. Olyasmi. Na jó. Köszi. Hát még a boxot meg sem néztem. Mondjuk nem akarok kiállni. Vagy ki akarok? Talán se tudja. Mindegy, felpakoljuk. Akkor azt mondjátok, 3.75-öt kéne belőni. Hogy azt lássak. Valahogy úgy igen. Connection bus, ez az. Radiátor. Én szerintem egy is sem állt. Nem. Én is úgy láttam. Nem tudom, miért hányossal ment 17 kör, de szerintem... Csak tudnám, hogy akkor minek bírja. Rakják bele a boostot, meg ilyeneket, mikor simán kimírja. Lehet, hogy nem bírja ki. Tehát, hogy a 22-dikbe el fog pukkanni a motorja. Oh. Lehet. Na és a fék? Hát nekem a legtűvesebben letakarnám. Azaz. Furcsa, hogy karstathoz képest az ilyen 500 fok fölé nem megy. Hát féktávon megy föl, de azonnal visszahűl. Na mondjuk 16 fok van, bassza megy. Hát igen. Akkor elő a Williams féle megoldás. Azaz. Zacskót rá. Azaz. Zacskót rá. Úgy tényleg a Form 1 elejéről lemaradtam a Perezzel, mi volt? Elment a váltó. Úgy, hogy szánalmas volt ez a futam. Gyűlölmet kaptam rajta mindenem. Leclerc-kel, amit balfaszkodtak Alonsoval. Nem tudom én mit csinálok, de én az összesen tudok izgulni. Ezen most mit tudta izgulni? Egyértelmű volt, hogy Verstappen nem tudja elkapni a Sainz. Attól még a Feszkó bennem volt. Nagyon életlen az a távú. Leclerc talán elkapta volna, de... De hát Leclerc nem bírt egy Alfa Romeót megelőzni. Hát jó, mert azok gondolom ezért állították magukat egyenesse. Hát nem ezt láttuk. Ahogy a Stroll mögé beragadta Joe. Stroll is hogy szerzett pontot? Joe Tanto. Ja, azt nem tudom, hogy a Strollnak hogy lett végül pontja tényleg. Mit csinál mögött? Már nem emlékszem rá. Na, nézzük, milyen a szélárnyék ilyen. Jó féle. Van. Akad. Ez Alonso azért elmondta, hogy pont akkor jött az... Ami a maradság. A virtuál, ami akkor a vonalon átment, utána meg mire kiment volna már... Vége lett. De ez nem így volt valójában, figyeltek. Hát ezt mondta, ő mondta. Hát, és akkor a mögötte lévő hogy tudta megcsinálni? Hát az, mit tudom én, mennyivel volt mögötte. Sainz is már zöld alatt jött ki. A boxból. És nem tudom, mikor lett zöld, de neki se volt annyira jó. Ők vártak egyet, de hogy... Az igen. Jó, rajt az érdekes. Hát aztán meg el is kurulódott az Alpin, úgyhogy mindegy volt. Hát jó. Ezzel befullad. Tehát mi lett vele? Hát valami motorbaja volt. Nem ment. A töltése nem jött vissza. Annyi, amennyi kéne. Nem volt egyenesbe tempója.
Mondjuk az az Alpin még nem odavaló azért. Alonso odavaló, de az Alpin még nem. Ja. Csak vagy nem látom, mikor lesznek odavalók. Sosem. Majd amikor Alonso visszavonul. Ja, úgy szokott lennie. Eljön a csapattal. Majd jövőre. Az a Ferrari. Hát nem tudom, de amikor a Ferrari azt nyilatkozza, hogy nem céljuk a győzelem, azért az... Hát akkor miért? Mi? Milyen célval mennek ki a pályára? Hát ez az. A céllal. 3.83. Hát... Hiszen még egy kicsit lejjebb. Szerintem a csúszkálástól annyi fogunk lassulni, hogy meg lesz az. Oké, jó. 3.75, hogyha megnyomod a felvezetőt is. Verseny közben lehet tankolni. Lehet, csak nem éri meg. Nem tudom, milyen lesz a gumi. Tankolás meg a cserét együtt csinálja? Igen, de akkor is ilyen 10-pár másodperc a fél tank. Hát az jó. Hát az sok. Hát ugye, lehet, hogy fél tank benzinnel mész első etapban, meg lehet, hogy gyorsabb vagy, nem tudom. De nem annyival. Szerintem se. Főleg itt Spában. Kevés a kör, az a baj. Azért most megnézem a boxba járatot. Hát ez biztos, hogy biztos. De. Inkább a töréskárok javítása miatt. Elő van az izé. Elő van a tábla, figyeljetek. Vagy viszonylag elő van. Vagy a mérőpont. Ez durva, hogy ez a kumia egy kör után beesik, azt úgy marad. Ja. Leszek elől, ha valami van. Tjú, nem hívtam ki a srácokat és 18-ek a gumicsere. Norrisnak a kiállás az megvan valakinek fullba? Ez arról volt videó? Hát először feltették a médiumot, aztán... Nem, először nem a ő gumiait rakták föl. Gondoltam az volt. Azért. Hát az, médiumot fölraktak, és aztán leszették föl a... Mi az kemény? Nem keményet raktak föl, utána néztem. Ugyanazt rakták vissza, csak előtte a Ricardo gumiát rakták bal előre. Sorry, Mori. Hát ez megint 3.86. Hát ilyen Mercedes-es. Bakrein, Shorton, Russell győzelem szabotáló taktika. Röm. Röm. Erről hát a csógumi elmelegítést nagyon vigyázzak el. Azt nem szereti. Ez honnan van ez a mód amúgy? Egy buszki csapat csinálta. Nem csempésztek bele valamit? Márpedig az Órusnál elmelegíted. Tehát valahogy mindig egy kicsit csúszkálva kell fölmenni. Én a utána lévő részen, a hosszú egyenes utáni bal-jobb részen, egy jobban jobb. Forduljál már? Ja. De légy így rajtot. Hát ez érdekes a rajt. Esőt mondanak egyébként? Elnézve az eget nem lesz. Ja, de emléletileg mondtak. Mi ez a shortcut ott?
Még van más, hogy gyorsan meg kell nézni a boxot, de ez nincs annyira elő. Nem szabad még egyszer így belekúpogolni. Hát basszus, nem tudom. Hát így, igen, de hát ez nagyon nehéz. Így, így kell rajta. De úgyse fogok. Hát nagyon hosszan kell csúsztatni, és akkor jó. Hát kösz. Olyan egyszerű lenne az. Kettő, 12, 0? Ez igen. 2, 11, 1. Ahova. Ez lehetetlen, hogy megtankolva. Á, mondjuk. Fajn. Jermingeltem egyet. Az mi? Ausztria. Az. Nekem nincs meg. Pont neked nincsen meg? Te csöpögős te. Ja. De a videó megvan. Megvan. Ja. Ú, de rég volt. Halkan kezdte elmondani, aztán visszahangosodott. Ja. Akkor nem csak nálam. Egy hűtő. Szerintem nem is kell. Mehet nullán, mert 16 fok van. Nincs is nullás. De el lehet akarja a fékültőt. Nekem 33. Jó, ide remegnek az autók. Mi ez? Fáznak? 16 fokban? Lehet. Nem tud. Na, most már beálltak. Visszaveszük az engine mixture-t. És csak gurulunk. Valaki bent maradt. Igen, az én voltam. Ó, nagyon jó. Tudsz a rosszba jönni, csak ne menjen ki a piros kóron. Ah, most már. Kimentél? Az nem igen, jó. Meg kicsúsztam, igen, pont hogy így. És kizárt? Drive-thru csak. Elindítom újra. Indítsuk újra. Indítsuk újra, ja. Ja, hagyjátok, hát most ez. Nem. Most még itt vagyunk az elején. Kösse! Annyi, hogy ezért dupla, ezért segítünk. A csapattársak elképesztő. Na, tétet ez. A büntető fékező mindened. Tényleg, Amerikában ilyet kéne, ilyen mikrotranszakció, hogy elbaszod, és akkor mit 500-ért újraindítjuk neked a versenyt. Az a baj, nincs restart. Szinkopeniért? Ja. Érdekes, hetesbe se égett le a kuplunk. Csak te újra tudod nyomni? Persze, mindent tudok. Jaj, mert nálam nincs restart rész. Még akkor? Mert összetörtük az autókat. Ja, akkor jó. Nem kicsit. Mert restart warm-up van csak. Igen, de itt van egy olyan session control. Most már mindegy. És ott inaktív az a gomb. De miért? Biztos egy új feature. Restart Windows, ja. Van setupot, levél megtartotta. Még szerintse. Urul, bazd meg. Na jó, akkor az ott egyes. Hát azért pici hűtés legyen neki. Engine mixture-t levesszük. Ez izegés a rajtrácson. Ölt be nekik a railroad. De ez addig nem volt, lehet, hogy a mai frissítés. Nem olyan rossz az ötödik hely, azt egy pontot ér. Micsoda, most ölt be a railroad? Hát nekik azok remegnek. Így izgulnak. Vajon jó lesz, jó legyen jó a railroad. Bocsánat.
most helynek föl meg kell küldeni. Bele kellett fékeznem. Jó lesz a szavgumi amúgy, azt se tudom. Teljesen kérdőjel ez az egész verseny. Jó, már egy liter elment. Az utolsó egyenesben azért nem ártana mondjuk. Én sem melegít gumit. Minek? Mindenki üzemanyaggal spórol. Ja. Egyedül a féket melegít, nem csak. Ilyen korán minek, azt is. Jók a féket most már. Ezt a turbo hangot igazán becsempészhetnénk F2 alá. Ja. Tüsszög. Na, szépen visszalakjuk. Jó szórakozást, jó szurkolást. Houston, gurulunk. Nézzük, hogy jön össze ez a verseny. Na, ajra. Ajra. Ó. Azt a kurva szőcsádám miatt rajtad. Jézus. Ajaj. Jé, srácok, mi van itt? Bocsánat. Kamikaze volt, mert nem én voltam. Igaz? Az aztán gyönyörű rajt volt. Na, mi van, nem haladunk? Áj, nem tudok oda bemenni, basszus. Na, kivel mentem össze? Szűcsön. Hát azért lehet járni fog valami. Próbálok egy kicsit spórolni. Többiek mögött. Vágj, ne valam a saját motoromban.
lesznek is forrók. Valószínű. Te vagy gyors. Itt a második, harmadik, negyedik helyen azért van csatott burván. Csúszott. Nem feltartották egymást. Húzi, adott egy drive through-t, bazd meg. Elkurom a kanyart, erre drive through-ton. Megforogtam, erre drive through. Nincs elég bajom. Mixtsőről mentek? Rész 2 vagy valami ilyesmi. De még mindig nem jó. Íj, azt a mindig. Ah, rész 1-en, de nekem se. Mi? Hát én meg a... Már például bőven kiautóztam.
nem látom hol van. Jaj, te milyen műsorom ez, baszki? Jössz rá, mint a veszedelem. There's someone among us. Drive-thru-t adott, bazd meg, ez hülye. Nocsak, nocsak. János, ne forog a ki. A mit a széd? Mi? Az a drive-thru? Nem csak bekomúztam. Az meg. Te is megcsináltad ezt? Na, majd párszor, igen. De jó van. Egyszer pontosan. Nem fogyott el, bazd meg. Hát nem baj, el leszek itt. Legalább nem melegszik túl a gumi. Jól gondolom, hogy itt liftoffolni is kéne. Mit csinálni? Hát, kóstolni. Lift and coast. Ja. Már így nem megy alá. Ennyi 75 alatt kéne lenni? 3.75? Ezt simán megcsinálom. Igen. Elvileg. Hui. Na végre. Ha mind a négy kerekem kék, az nem túl jó, igaz? Mármint, az szerintem nagyon jó. Igen. Nekem egyszer jobb elől írt egy brutális sötét kéket, és nem írt The Midget a boxnál. Jó. Úgyhogy nem feltétlenül. Eddig nincs para. Hát, hogy megnézzel a pitnél, a pit hívásnál, hogy jelezed damage-et. Hát, szerintem jelez, mert igazából, ha egyenesen akarok menni, akkor jobbra tartom a kormányt. De ja, akkor jelez. Akkor... Sorsod eldőlt, ki kell jönnöd pitbe. Igen. Hogy mész ilyen tempó, Gergé, baznak? Az a kérdés, te hogy mész ilyen tempót? Igen. Hát gyorsabb vagy. Szerintem ki fog állni. Szerintem is. Nem szarozik. Én biztos nem. Bízom abban, hogy a 20-körös gumiaitokon már le fogtok csúszni a pályára. Jelen ki az? Hát nem jelentem, mondtam, hogy valaki... Nem még itt nyomom, mint az a kör. Vágj alá, Jerm, hátra! Hát baszért kell ezt frik lebuktatni! Eddig be volt parázva. Megcsináltuk. Első vágásom. Mi? Norbi? Hoppá! Nem áll bazon. Küzdött itt valamivel nagyon. Te, hogy néztem médiumon rajtult. Jelm, te min vagy? Soft. És az a végig? Hát, ja. Meglátjuk. Nyomod, drukkolok. Na mi ti mind vagytok? Frick, te is szoftan vagy, nem? Aha. Hazudjál már! Mögötte vagy! Nem, csak hardon vagyok. Ultra hardon. Bocs, Jerm. Ez
baj, ezeket beszopom. Tehát el fog fogyni. Te mennyit fogytál ezt az körönként? Gumiból. Az nem mérvadó szerintem. 90%-on vagyok. Az jó. Hát az a baj, hogy egyszerűen... Üzemanyag a kérdés inkább szerintem. Hello Ferenc, köszi a biztatást, és hello. Na, abba hogy állsz? Hát, 65. Nekem is ennyi. Na, pedig az jó. Na. Sokan vannak itt mögöttem. Jézus Atya Úristen, de ijeszt az orvosi. Hogy így? Baszki, még 17 körre való üzemanyagom van, hát annak elég meg kell mennie. Szerintem. Fú, el fog nektek fogyni ez a soft. Lehet. És most nem szivatok, tényleg. Hát, most kell kiderülnie. Hát lehet ez is a taktika része, ránk ijesszem. Hát nem állok ki. Aki jól megérkezett most rám. Ó, bassz meg. DRS nyitottad már? Egész utamon nyitva. És most csak 15 perc, úristen, még a harmada se ment le a versenynek. Tudod, becsukod így az ablakot. Kis kukocskál. Most elrontotta. Engem nagyon ott hagytak. Kami, töltöd még mindig a...
még van. Még csak az ötödik volt. Durva. Hatot kaptam ezek szerint. Ja, mert akkor egyet letöltöttem, és még öt volt vissza. Yes, szuper. Ahol írja egyébként, hogy mennyi büntetésed van. Ja, van egy ilyen lapot, néztem már. Akkor írtak, hogy még öt van. Ez már az utolsó lesz. Na, nem már! Hát, Emeriko, össze-vissza kanyarogsz. Nem, jaj, már, de most egy értelmes versenyem lett volna, erre kibaszol. Hát te baszki, hát bejössz elém az íven. Ilyen hát, elég. Hát kétszer hát, váltottál ívet már előttem. Jaj. Baszom. Túl nagy példaképe az Alonso. Hát de most ez tényleg Alonzós volt, kétszer is. Elég hívet vált, hagyjad már, nézd vissza, hát semmi. Nézd, vissza lehet nézni, de kétszer megcsináltad legalább. Micsoda? Utolsó hát, pillanatban jössz be elém. Hát most ott mit csináljak, már féktávon vagyok. Bravo. Az egy sima futam volt. Na most körönként minimum két másodpercet, inkább többen lennék gyorsabb. De hát a kiállás maga meg... fog begyorsulni majd innentől, mert ennél többet még nem mentem egy húzomba, ugyebár. Ezt kellett volna letesztelni. Mert ha még többet lassul, akkor... Hogy gyenge egy gyors frikk. Hát az ömangazban is kettő darab ilyen piroska van, nem?
Jerm, Norbival egy szeten voltatok? Nézd oda, nem mondja meg! Nem. Hát csak meg hozzád képest nagyon-nagyon farolgatott. Igen, azért. Freak, hogy vagy ilyen gyors? He. Nem rájött, hogy elég a benya is föltekerte. Vagy hogy nem is föltekerte. Rossz lett az autó. És a Gergő nem állt ki. Rossz lett nekem, viszont teljesen szétment. Fél távnál járunk. Érdekes. Fél távnál vagyunk. Uh-huh. 45 liternek ki lennie. És mennyi van? Annyi. Azt a tempót tartani. Miket mentek? Bizárom közepe? Nem tudom, szerintem megállt a lassulásban most. Minket szerintem simán elkap a Gergő. Majd nézem, hol van. 21 másodpercre. Hát, az meg lesz neki simán. Minimum 2 másodpercre gyorsul, inkább többet majd. Aztán, hát... Többieket elkapja, ezt nem tudom. De utána ő is be fog lassulni.
Szerintem nem éri meg ez a kiállás. Majd 20 perc múlva. Oké. Okay. Bocs, nem akartam paraszt lenni, nem? Honnan álltál ki? És... Hanyadikra álltál ki? Másik. A fasz, első. Első volt. Nálam gyorsabb vagy, ezt tuti. Most tök jó időt jövök. Ha még 10 körre már biztos elég az üzemanyag. Nem is menjünk annyit szerintem. Körözöttek? Ne, tuti. Mennyi a hátrányod most? Hú, fél perc. Hát, ami nem lehet. Nem tudom. Ja, hozzám 16 másodperc. Igen, 27 másodperc. Brutál időt jön. Hát én nem mentem semmire, simán kilépítettem. De most kiléptél? Ja, persze. Teljesen bombát öltem.
Hát én azt érzem, hogy azt arra emlékszem, hogy te voltál a belső éven, én mentem a külsőre, és kihúzottál elég. Nem, hanem egyszer egyenes éve mentem, és a sörket megdöttem. Tehát nem is voltál sem mellettem, semmilyen pozíció. Hát pozíció, de húzódsz kifelé, nem? De nem vagy előzési pozíció, mögöttem vagy. Na jó, majd visszanézem. Ugye simán visszahúzottatok a féktel. De előtte nézd meg a gyors balost is. Ott is az utolsó pillanatban rántottad be elém például. Ott el is kellett emelnem. Nem vagy mellettem. Sehol. Hát egy féktávot azért csak hadd vegyek. Benne rajtam. Vigyázz, Balázs forgott, cseh. Belül van jobból. Jó, hogy annyira távol volt. Nem forgott elég nagyot. Elég nagy volt a sajnos. De persze rúgj még velém. Már inog a segge, mint a nem tudom mi. Huszonkettő vagy 23 kör lesz? 24. Nem tudom. Nem akartam spórolni.
Köszönöm. Ez a taktik. Majd a végén elmondom, miért csinált. Jó. De azért köszi, hogy azt hiszed, hogy én a Jerme meg a Balázsral nullkészüléssel tudok menni. Hányadikra indultál? Negyedik. Hát most kettőt hozol. Kiesett a Norbi, vagy hát megelőztük és úgy esett ki, de... Köszönöm. Ki fog kifagyni? A szoft gumival végig bírjátok. Nem is értem, hogy hogy. Lassulnak, de... Tehát a frik az nem lassul, a többi. Most fogyott a hajom.
Hoppá, te ki! És lesz 23 kör. Egyszerű. Van egy másodperc előnyem, úgyhogy... Balázs, az oktatófilmet majd küld már el. Én konkrétan gyorsabb, mint te.
ki lett számolva ez az az anyag. Gasz, Frick. Nagy szép volt. Mennyi gumád maradt? Maradt, köszi. Yes! Harmadik hely. 60. Elől? 65 bal elől, 68 jobb elől, 57 bal hátra és 63 jobb hátra. Te kurva. Grat. Grat. Nem tudom, hogy csinálhatod valószínűleg. Pedig én vigyáztam a gumikra is. 49 maradt bal hátul. És elől? 60 bal elől, 56 jobb elől, 54 jobb hátul. Nem volt túl kormányzott? Az elején nem tudom. Hát amikor kopott volt. Hát a vége fele igen, de nem éreztem annak. Most hát az volt, de így volt gyors, de ezek szerint többet számít, hogyha alul kormányzatra beállítom, és akkor úgy spórul a gumival. Tehát ha nem túl kormányzott, akkor már alul kormányzott? Akkor csak lefelé. Hát az a baj, hogy kijáratom túl kormányzott volt, bejáratom meg alul. Én szeretem a alul kormányzottságot bejáraton, de most lassú volt, főleg vége fele. Szóval akkor, amikor elkezdtél rám jönni, akkor még amúgy tök fasza volt érzése nekem az autó. Ezt viszont vissza kell nézni. Vége fele szemben. Richard Adamnak tényleg 4 kiállása volt. Lehet ez. Dehogy is, nem ment ki egyszer. Én egyszer sem voltam kint. Igen, akkor itt valamit félreír a programja. Tiszeket dolgoztál le, Gergő? Már mennyire jöttem? 20-ra. Na, valahogy úgy. Amar visszament a tempó 13 közepe felére, aztán nem sem értelme nem volt. Szoftal mentél, Frick? Aha. Akkor pasz meg. De mondom még egyszer, tehát én azért választottam ezt, mert nem tudtam tesztelni rá. A Norbira lettem volna kíváncsi, mert ő médiumon indult. Bocsádám az elején az összeérésért. Semmi baj. És uram, mert azt mutatja, hogy mögöttem voltál, de közben összeértünk. Aha, nagy volt a kavarodás. Egyik én is tudtam, hogy már üttem, hogy ezt épp, hogy megbírtam fogni. És prik. Te blokkolgattál? Hát, teljébe hóba. A setup jó volt. Volt azért, hogy amikor te is elfékezted, pont a Gergő megelőzött is utána, vagy előtte, nem tudom, a buszmegállóba elfékezted te is, még mondtad is, hogy ez ő, valamit ott megegyezett. Előtte, ja. Ja, és akkor abba a körbe ugyanott én is elfékeztem. Hát ez abban sokszor, szerintem túl sokszor. Viszont jó volt hát, a fékerő, mert egyszerre blokkolt elő hátul kb. De inkább előle egy picit. Egyszerre. Hát ugye nálam is blokkolt párszor. Akkor itt valamit állítok versenyre, mert az a baj az elején, szerintem ez tudja, hogy setup, de kibaszott úgy gyors voltam. Néztem is, hogy azért ennyire spóroltak, vagy... Csatáztunk. Szerintem igen. Ott el... Ja, igen. Norbi tartott minket. Hárban, jó. Mert Norbinak nem volt annyira azért bejövős, ahogy néztem. Te seted. Hát meg médiumon rajtolt. Ja, akkor ja. Na, hát ő rosszabbra számítottam, úgyhogy egy hét múlva pedig jön a következő forduló, mivel Formula 2 még nem lesz. A helyszínünk pedig a Hungaroring lesz. Hú, az még gumigyilkosabb, mint Spa. Rendben. Köszönöm szépen, itt voltatok, Simcót, azt lájkoljátok be. Vannak mindig szabad helyek, úgyhogy lehet jönni versenyezni hozzánk. És találkozunk akkor ugyanúgy a Renault RS01 trofi sporttal. Szép hétet és szép estét nektek, sziasztok!
Cry, but how can